Üdvözlök mindenkit, én Axmart vagyok, ez pedig itt nem más, mint egy kis League of Legends gameplay, amit látjátok. És hát egy érdekes történetet választottam ki, mégpedig Swain-t. Aki esetleg nézegeti a streamjeimet a Pulitronon, pláne most egy LOL-ra célzok, azt tudja, hogy én, hát mondjuk, fogjuk egy áradozok erről a championről, nekem nagyon tetszik maga a design, maga a karakter, a feeling, viszont nincs meg a champion. Ettől függetlenül most ugye free ezen a héten, ezért nem tehetem meg, hogy nem próbálgatom ki. Az első meccsemet lenyomtam vele, az annyira nem volt vészes, ettől függetlenül nem értek hozzá, hogy mégis mi a fenét kell ezzel a championnel csinálni. De attól még csinálgatjuk. Tehát, hogy elméletileg nem vagyok vele olyan szörnyű. Sokat kell last hitelni, kell harasszolni az enemit, és remélhetőleg minden jó lesz, és minden boldogság lesz. Ettől függetlenül kaptam magam ellen egy Cannont. Aki ellen, by the way, elméletileg Swain jó, gyakorlatilag ez majd így kiderül. Van viszont egy dupla smite-unk, szóval ez egy nagyon fura mérkőzés lesz. Nem tudom, hogy miért van dupla smite-unk. Tekintve, hogy... összepakolták a meccset. Tehát, hogy ez nem blind pick, hogy jó, akkor most én előbb írtam be, és akkor ezért most én pickelem. Hanem, hogy ez normál draft. Na jó van, amit az előző alkalommal nagyon hibáztam szerintem ezzel a championnel, hogy nagyon vigyáztam a manájára. Én általában nem vagyok olyan, nem vagyok AP top lanerekkel. És ez meg is látszik abból, hogy nagyon óvatosan bántam a manájával. És ezen szeretnék most egy kicsit javítani, hogy csak úgy ráküldöm, hogy miért ne. Tessék, egyet. Az a baj, hogy ő áll jobban. Sokkal. Nehez képest. Szóval a lászítelés az úgy... Fogjuk rá, hogy megyek-e. Ugye nem vagyok main top laner, szóval... Ah, wrecked. Szóval annyira nem vagyok hozzászokva, de azért elég sok mindent játszok az elmúlt időszakban, amióta itt streamelgetek. Meg ez minden championnel valahogy másképp kell. Ojjjjjj. Oké. Hát jött ki flash jobbról, balról, szóval mit csinál itt? Ez egy remek kérdés. A championnek nagy része, én tudom, hogy ott vagy még. Nem halt meg! Meghalt! Miután eltaláltam a never move-ot. Gyorsan lecsekkoltam, hogy az a neve. Utána már gyanús volt, hogy meg kéne halnia. Tetszik benne, hogy itt levágom a madarat, és onnantól kezdve annyira nem kell félnem, hogy közelembe jön. Mondjuk ez a 3-as gank topon ez egy kicsit fájó volt. Nem értem, hogy ez a champion miért lenne jó alapvetően Cannon ellen, tekintve, hogy melee championeket nagyon könnyen kiharasszol. Múltkor Yasuo-t reggeliztem vele. Jó, az túlzás, de hogy... Nem volt szegénynek egyszerű dolga. Kicsit félek, mert gyakran mászkálnak jobbra-balra a championek, aztán így... Nagyobb bajom legyen.
Na, viszont most nincsen fullon a manám. All time. Ami egy nagyon hasznos dolog. Remélem nincs afkunk. Itt van egy Ivern. Eléggé látható módon nem csinál semmit. Szerintem így kell Kennent elkapni. Még nem level 6-os a Lee, ezért annyira nem félek. Kennen úgy szint, nem level 6-os. Én viszont már igen. Azáltal szeretnék is vele küzdeni. És sikerül a Never Move-ot betalálni. Addig kellene még, amíg nincs cipője. Most viszont lehet, jöhet Lee. Ezért szerintem itt az idő visszamenni. Nem megyünk vissza. De levardolok. Road of Ages-szel szeretnék kezdeni. Tudom, hogy nem feltétlen ez a legnépszerűbb build mostanában. De én azt mondom, hogy ez a legdíszentebb, biztonságosabb és legértelmesebb a játék elején. Nem tudom, hogy mennyire kell keriznem amúgy a meccset, de majd kiderül. Nyomkodhatnám az ultimat. Még attól félek, hogyha most elnyomom, megjelenik Lee-sün valahol. És pretty much kikészít. Tetszik ez a champion nagyon. Meg kéne venni. Nem tudom mennyire éri meg az árát, de esküszöm élvezem vele a játékot. Szomorú vagyok, hogy már nincs a metában. Örültem, amikor sokat láttuk. Miért voltam? Wow. Ja, Deathfire Touch miatt voltam Turret agróban. Ez így bajos. Mint a függetlenül fel tudom magam healálni az ultival, amit mindjárt... meg is fogok tenni. Sőt, még meg is ölöm. Nem volt teljes mértékben céltudatos, de a sikerességét már nem veheti el tőlem senki. Most, hogyha ki akarok menni, akkor jó lenne. Elindulni időben. Lehet, hogy el kellett volna adnom a Doran's Ringet, és úgy megvenni, sőt, igen, azt kellett volna, hogy eladom a Doran's Ringet, és úgy megvenni 150-re a Road of Ages-t. Ettől függetlenül, hogyha még a 15. percért sikerül stackelgetnem, akkor ez egy egész jó történet lesz. Az szomorú. Szóval szerintem a korág az magyar. Ezt így a sörből. Ítélve tippeltem meg. Itt pedig nem volt kérdés, elhasználtam a mobilitását Kennen, szóval rámentem, Never Move betalált, onnantól kezdve pedig... pedig már tudok vele elég erősen cserélni. Mindig jobban farmolok, mint ő. Hopp, Lee Sin. Hiba az, hogy nincs ultim.
és készülően láttam meg Lee Sin-t. Már gyanús volt, amikor elindult visszafelé, de igen. Most viszont megteszem azt, amit az előbb nem tettem meg. Mégpedig azt, hogy eladom a Doran's Ringet és megveszem a Rod of Ages-t. Túl agresszív voltam, Lee Sin pedig értelmes, és nekünk pedig van egy afkunk. Jó, én viszont úgy döntöm, hogy bepussolom, mert ő is elhasználta a teleportját. Nem tudom, mennyit lenne szabad ebben a formában maradnom, de... igazából az azért, hogy bepussoljak. Megéri. W-vel nem igazán szoktam pusholgatni, inkább csak a madárkámmal. Ez valahogy jobb. Ó, Nautilus! Lehet, hogy mégsem AFK. Igazából csak teljes mértékben... nem AFK, mindkettő level 6 volt, Lee Sin is. Talán Cinderhulkot várta. Na mindegy. Most befejezem a pusholást, és el kell kezdenem... Kennent harasszolgatni. Nem pont így, de... kezdetnek megteszi. Lee Sin még biztos fel fog nézni ide. Igen. Igen. Rekt. Pretty much. Nem tudom, mit tervez ez a Nautilus. Tök jó. Cool. Can you cover this for me? Kicsit campertnek érzem magam. Igen. Tattam háromszor is. Nem tudom, Swain az alapvetően egy szerintem passzív champion. Ugye nincs nagy burstje, órek. Nem egy W akart lenni, mondjuk annak sem volt annyira rossz. Szóval alapvetően egy passzív champion. Kicsit kell neki egy kis idő, még igazán erős lesz. Mondjuk látjátok, így is tudtam vele dolgokat csinálni. Jó, persze a kettő Lee Sin-enk az egyszerűen kettő Lee Sin-enk, ráadásul damage Lee Sin lesz. Nem is valami konszolidált, tankosabb Lee Sin. Vagy mindig rossz időt választok arra, hogy bepusholjak szerintem. Nekem 55 szek a teleport, szóval annyira ne várjatok sokat. Abyssal kezdett a Kennen. Nekem fáj. Félek tőle, egy nagyon agresszív. Tehát most már... és már úgy érzi, hogy megengedheti magának, hogy itt agresszívoskodjon. Lee Sin botlane-en van, szóval... szóval megnyugodhatok. Mondjuk nem látjuk Brandet. Az lehet, hogy hazament. Egy jó kis kombó, majdnem összejött. Amíg Kennent sikerül félig meddig low HP-n tartani,
Addig én amúgy boldog vagyok. Igen, ezt túl gondoltam. A turret damage miatt semmiképp sem értem meg az, amit most így az előző pár másodpercben csináltam, ettől függetlenül nem volt olyan vészes. Lee Sin Visionnál. Csak meg kinézem belőle, hogy bejön ide mögém. Ó, pont nincsenek benne. Rip. Nektek amúgy hogy tetszenek ezek az új minionok? Mármint, hogy új minionok, nem feltétlenül új, de hogy ugye nagy Star Guardian fan minionok. Nekem be van, annyira nem jönnek be. Szemetlen furák. És néha nehéz rájuk kattintani. Az igen. Megint. Megkérdezzük Nautilust, hogy hát ha fel akar jönni. De úgy látom inkább csak, na, te csináltad rosszul, miért nem defelsz? Majdnem sikerült összehozni. Mármint a, nem feltétlen double kill, de hogy legalább életben maradjak. Nem egy igen effektív dolog. Fact. Aszta. Micsoda World Championship dolgok ezek. Albus Nox. Zonya lesz a következő neki. Akkor legalább farmolják, mi? Elő kell vennem a lehető legpasszívabb formámat. Azért most rámegyek. Yep. Megérte. Oké, hát nem formulok jól Ravenous Flock formában. Farmot ezt továbbra is tartom. Mit tudok csinálni? Megint igen, vissza passzív, passzivítás, botlane-en van. Lee Sin. Letépézett, szóval nekem most vagy utána kellene tépéznem, vagy bepusholni a tornyot, és inkább a pusholást választom. First Blood torony? Nem, nem a First Blood botom, mert elhúzott egy, hát a függetlenül még torony push. És én így el is indulok szerintem hazafele. Nem tudom, hogy mi lett volna egy jó választás. Abyssal nekem is egy hasznos dolog. Ettől függetlenül én jobb szeretem a CC-met. És egy Abyssal Scepter teamfightokban szerintem sokkal több CC-t tudok kiosztani. És sokkal hasznosabb vagyok.
Majd meglátjuk. De a surrender. Na? Jó. Meg kell védeni igazából. Na, valamelyiket. Ez az. Az enyém! Így. Sok lesz az ultiból. Ezben triple killezik a God Ezreal. Szóval nagyobb lesz tudom csinálni, zónázok. Farmolok. Itt az őrült. Megvan már a Rod of Ages. A tizedik stackje, igen. Olyan gondolkozik a Phantom Dancer-en, ez sok minion blokk annyira zavar. Na. Ó, figyeljétek azt a Nevermove-ot. Mozog! Igazából elég sok HP-ját szedtem le Lee Sin-nek, amíg ugye ott állt és nem ölt meg. Mivel? Ó, igen, ez a dupla AP. Mindenképpen jó lesz az Abyss-szel. Nautilus proxizik. Áú, oh, már értem, hogy hogy farmolta fel magát így az Ezreal. Oké. What? Szegény Miss Fortune. Nem tudom, nem érzi ezt a játékon. Meddig maradott ez a piros? Hát nem nekem kéne fölvenni. Az elmet nem tettem rá. Öreg hiba. Menjünk Ezreal-t védeni. Nem találta el. Oh wow, enemy feladta. Hát egy elég él az a kis Swain meccset sikerült összehozni. Igazából szerintem egész sok mindent jól csináltam, pláne az elején ugye ott sikerült összeszednem egy-kettő gyilkosságot. Damage-ben annyira nem. 11.281, de miután lelettem Campbell-vel Lee Sin által, igazából eléggé visszaestem. De az elején ez az első kettő kill, az azt mondom, hogy rendben volt. Még így, nem first time champion, de hogy másodjára játszok ezzel a csodával. Remélem élveztétek ezt a kis Swain játékot. Én azt hittem, hogy ennél azért durvább lesz, de szerencsére nem volt. Ez igazából nagyon hasonlít egy normális League of Legends játékra, tehát hogy általában szerintem ezt élitek meg ti is a mindennapotokban, hogy van ilyen gyökér Nautilus a tiléneteket kempelik, és az enemy meg miután van egy 15-3-5-ös Ezreal-ünk, feladja. Tehát ez egy olyan átlagos meccs volt, ilyen is kell. Még egyszer mondom, remélem élveztétek, én Axonot voltam, szervusztok!